Nagyon. Csapjál egyet. Jó. Most meg lesz. Most megvan. Az Influencer Fesztivál miatt vagyunk itt, Isza Kesztivel. Most csináltunk éppen egy live-ot, és most egy kihívás videó fog következni. 23 szó, fel fogom fordítani, megnézed, és az első dolog, ötlet, ami eszedbe jut, azt egyből mondd el, utána kivesézzük nagyon lassan, hogy miért ez jutott eszedbe. Fú, jó, félek, mi fog kiderülni rólam. Pszichológus majd elemzi a végén? Szerintem ezt elküldjük, és majd visszajön egy ilyen Briggs-Meyer-féle, ilyen nagyon durva tesztelemzés, kiderül, hogy... Pszichó vagyok. Na mindegy, nézzük, hát lehet, hogy segíteni fog. Utazás, fú, trópusok és minden. Egy szót kell mondani? Elrontottam? Egy szó. Trópusok. Elrontott az egész játéknak vége. Ja. Miért a trópusok? Mert pedig most pont New Yorkba mész. Igen, nem tudom az utazással, gyakran a trópusok, pálmafák jutnak eszembe, meg a kollekciómat az most az inspirálta leginkább a most tavaszi nyárit, és ott nagyon sok ilyen pálmafa volt, meg ezek az, ez tényleg az ilyen trópusi színek, piros, egy kis narancssárga, menta, és a többi, úgyhogy lehet, hogy amiatt, mert hogy arra sokat gondoltam mostanában. Vagy csak oda vágyom, nem tudom. Fesztivál, Szigetfesztivál. Szigetfesztivál és Balatonszound, a kettő így együtt szokott eszembe jutni, és szabadság, életi... Most elrontottam meg? Teljesen, vagy nem mondhatom, hogy mondj, a többit? Jó. Szerintem rendben van, jó, rendben, ha elfogadják a nézők. Remélem, hogy kicsit rossz vagyok, amikor csak egy szót lehet mondani abban a játékban. Tehát a hippi életérzés, meg egyébként most a tovább gondolom, de hát nyilván nem ez volt az első gondolatom, pedig régen az volt, Woodstock. Annyira, de annyira szerettem volna, hogyha egyszer visszamehetnék az időben, oda mennék 69-ben a Woodstocki fesztiválra, Jászgúr farmjára, a gyermekek közé. Teljesen beleillenél abba a képbe. Szerintem is, régen hippi voltam, de már kinőttem. Öreg vagyok a hippiséghez, már úgy érzem. Következő. New York City, következő úti cél. Mit jelent neked New York? New Yorkban már eddig kétszer voltam, egyszer nyaralni, hát nem nyáron voltunk, de kikapcsolódás szempontjából voltam. Tavaly meg a Maybelline-nel forgattunk, ott meg kimentünk. Hát ott képviseltem, mert úgy néz ki ez az együttműködés, hogy minden országnak van egy iszakesztie. Jó, nem iszakesztie van, de itt görlje Magyarországon. Mindenki iszakeszti szeretne lenni a világon. Így igaz. Tehát minden országnak van egy itt görlje, Magyarországon iszakeszti az itt gör, és ilyenkor így összegyűlünk a New York Fashion Week-en, és ott találkozik mindenki a többiekkel, és így képviseljük az országunkat. Tavaly is voltunk, meg most is oda megyek majd. Őszintesség, fehér. Nem tudom, most tényleg azt mondtam, tényleg próbáltam jól játszani a játékot. De menjünk akkor bele, hogy a pszichológus majd tudjon mit elemezni. Igen, ő fehér, nem tudom, hogy miért a fehér szín jutott eszembe, vagy miért ez jutott eszembe. Talán ez a tisztesség jelképe, és az őszintesség az valahol így a tisztessággal kapcsolódik össze. Kivéve, hogyha ilyen keresetlen őszinte valaki, az kevésbé fehér. Téma. Igen. VIP, fluor. Nem tudom, esküszöm. Most próbálom úgy játszani a játékot, ahogy már kell, hogy így asszociálni a semmiből. VIP, miért fluor jutott eszembe róla? Nagyon jó barátom egyébként, úgyhogy biztos az egyik, Well Hello dalban van ez. Az egyik számban van egy ilyen, igen. Az apu vedd meg nekemben, ugye? VIP vagyok, ne is nézz a listán. Akkor ezért. Hú, de érdekes kapcsolódási pontok. Celeb influencer, 2018. jut eszembe róla, mert most kezd el így mindenhol elterjedni, szerintem, hogy influencer mindenki. Kicsit egyébként kezdett tövődni a tévés celebritásokról az influencerekre az ismertség fogalma. Tehát a celeb egyébként ez ilyen eddig tök pejoratív volt, most talán kezd egy kicsit megint kevésbé pejoratív lenni. Amerikában egyébként nem az, mert a celebrity teljesen más, az teljesen más. Magyarországon a celebnek van egy ilyen kicsit negatív érzete. És úgy érzed, hogy ez az egész két szópár most a negatívból így megy át pozitívba? Nekem kicsit inkább a perjel helyett ilyen egyenlőségjel kellene most már így 2018-ban ehhez. Parti. Jó, most erre megint a fluor jutott eszembe, de lehet, hogy azért nem a VIP-ról, és most már itt van a fejemben, mert a Parti állat című dala jutott eszembe. Jön a parti állat, jön a parti állat. A buli zsír. Fú, most elraktározódott szegény fluor a fejembe, úgyhogy most mindent majd hozzá tudok kapcsolni. Na, menjünk tovább. Lustaság, produktivitás. Néha én.
A lustaságról. Nem, amúgy produktívnak tartom magam, de a lustaság az nem is úgy jelenik meg ez az életemben, mint általában a lustaság az emberek életében, hogy így nem akar semmit csinálni, mert én rosszul vagyok attól, hogyha nincs dolgom. Tehát én tényleg nagyon aktív vagyok, és napi 16 órát simán dolgozom, és élvezem, és imádok tevékeny lenni. De akkor hogyan? De valahol van bennem egy olyan rész, ami nem is feltétlenül ugye a lustasságnak a szinonimája, csak nem tudok organizált lenni. És mivel nem tudok organizált lenni, és nem tudom rendszerezni az életem, ezért néha átmegyek ilyen lustába, és nem csinálom meg azokat a dolgokat, amit egyébként inkább meg kéne. A szőnyeg alá. Igen, az de igen. Akkor hogy tudsz így produktív lenni? Azt mondod, hogy nagyon produktív vagy, de ahhoz meg nem szükséges valamilyen rendszer? Kicsit ilyen ambivalens érzéseim vannak magammal kapcsolatban is, meg úgy, nem tudom, kettős vagyok szerintem nagyon. Tehát egy részem az nagyon produktív, meg nagyon szeret alkotni, de egy másik részem az meg szeret, hogyha elvégzik helyette a munkát. Rendszer a káoszban. Az. Következő mehet. Csapat. Maybelline jut eszembe. A live-ban mondtad is, hogy mennyire fontos az, hogy a csapat is nem csak a márka. Igen, mert ott tényleg egy annyira jó csapatunk van, hogy ezek a munkák, ezek nem is munkák sokszor. Tehát az utolsó prágai forgatásunk, egy hetet töltöttünk ki most pár héttel ezelőtt Prágában, és az feltöltött. Tehát olyan volt, jöttünk hazafelé, és a reptéren ezt beszéltük így a többiekkel, hogy ez tényleg olyan volt, mint egy ilyen nyaralás. Sport, futás. Futás, azt szoktam mostanában leginkább űzni. A jóga mellett jogázni is azért így igyekszem, mert az valahogy így a lelket is karban tartja, nem csak a testet. Illetve hát, megmondom őszintén, most egy kicsit az elmúlt hónapokban hanyagoltam. Bejön a lustaság. Igen, itt köszönöm a lustaság. Hogy én nem is lusta vagyok, csak valahol néha igénylem az irányítás, hogy valaki megmondja, hogy ezt így csináld, ezt, és ha már van támpontom, én már bármit megcsinálok. Csinálod. Bizalom. Hát erről valamiért pont a bizalmatlanság jut eszembe. Így nekem kicsit fordítva vannak bekötve a dolgok. Tehát nekem nem úgy van, hogy valakinek alapvetően megadom a bizalmat, legyen szó baráti kapcsolatról, vagy bármiféle ilyen kapcsolatról, hanem ki kell építeni. Nincs erre egy bevált recept, inkább csak valahogy ezt éreznem kell, hogy az adott emberben igen, hogy meg tudok bízni, hogy elmondhatok neki olyan dolgot. Az én ismert emberként nehéz, hogy kiben mennyire bízhatsz meg. Én ezt az elején nagyon elrontottam, mert régen azért más volt, tehát még tényleg ilyen kis tiniként, sokkal nyitottabb voltam, és hajlamos voltam olyan dolgokat így elmondani, ami nem nagy dolog, de mondjuk visszaélhetnek vele. Álmok, fú, rengeteg. Rengeteg van belőlük, hogy egy nagy halom jut róla eszembe. Egy ilyen óriás felhő, ami így fölöttem van az álmokból. A YouTube csatorna elindítása abszolút, tehát azt tényleg nem tudom, 3 éve már biztos tervezem. A másik az Issan, a ruhamárkám, amit szeretnék minél sikeresebbé tenni. Hát a harmadik álom pedig az egy nagyon tökéletes családi környezet. Erről ennyit szeretnék csak mondani. Nagyon szép. Akkor nem kell, hogy ezt fejtsük ki még egy 10 percben, úgyhogy mehetünk tovább. Szépen. Igen, a magánéletemet azt tényleg most már 2 éve teljes tabuként kezelem, úgyhogy ennyi információmat. Csepegtetsz, a vége nehéz lesz majd akkor kikerülni a választ. Ajaj, ó, ki tudok kerülni bármit. Meglátjuk. Divat, Issan. A ruhamárkám jut elsőként a divatról eszembe. Asszisztens. It's a need. Ez egy olyan dolog, amire szükségem lenne nagyon, egy asszisztense, ezt most már tudom évek óta, hogy nagyon-nagyon-nagyon kellene, mert ugye így, hogy én járkálok sokszor az utolsó cipzárért is, és viszem el a varrónőnek, talán itt is egy kicsit a bizalmatlanság, mert egy asszisztens az elkerülhetetlen, hogy az életed nagyon része bizalmi. Legyen. Tehát az egy nagyon bizalmi. Nehéz, meg nem tudom, hogy manapság a fiatalok szeretnének asszisztensként dolgozni, picit azt érzem, hogy nem annyira. Nem biztos, hogy fiatal asszisztensre van szükséged? Mondjuk erre még nem gondoltam, igen, lehet. Na, menjünk tovább. Ezt a korosztályból kell nézni. Pénz. Ott van a florta. Szóval kérdez, mert kicsit ciki lenne. Hát pénz, szükséges rossz. Szükséges rossz? Szükséges rossz, mert az ember hajlamos, nyilván nem mindenki, de így a pénz köré forgatni az életét. Personal brand. Ez, amit oktatok, personal brandinget oktatok egy modelliskolánál. Nem tudtam, hogy oktat. Igen, hát sok mindent csinálok, azért nincs idő semmi másra. De imádok ilyen sokféle dologgal foglalkozni. Szerelem. Egy hetes.
jut eszembe róla, mert 7 éve vagyok szerelmes, de ugye, ahogy mondtam, az ilyenfajta információkat most már nem adom annyira ki, úgyhogy ez most egy nagy dolog volt, hogy akár ezt is elmondtam. Egy hetes számot. Egy hetes, igen, az. Hú, a nehéz hetes. Ez eddig eszembe se jutott. Az ugye sorsfordító. Egy éjszakás kaland. Sorozat. Volt valamilyen sorozat. Egy éjszakás kaland sorozat? Nem, lehet, hogy nem volt ilyen sorozat? Vagy csak én szerettem volna, lenne ilyen sorozat? Nem tudom, hogy volt-e bármi. Egy éjszakás kaland. Vagy az valami másik? Ez valami egy nyári kaland volt. Szerintem ez valami más csatorna, várjál. Hát lehet, hogy ez igen, ez az éjszakai kis kalandozásaim az interneten. Jó, akkor majd megnézzük a Google-be, ugye van az, amikor a private módban vagy, azt szokták nevezni más módnak, hogy ott mi az utolsó keresésed. De hát ez olyan, hogy ezt nem lehet visszanézni, sajnos. Nem? Sajnos. Oh, hát szerencsére. Akkor, a fenébe pedig úgy nem mutattam volna. Menjünk tovább. Budapest, a világ közepe, Európa közepe, és az a hely, ami Magyarországon nekem a legtöbbet jelenti. Én dunajvárosi származású vagyok, de most már 10 éve, lassan 10 éve, valahogy így Pesten lakom. Első szó, ami eszedbe jut. Jut. Az ott van. Akkor második. A virág. Virág. Nem tudom, arra felé néztem. Mert olyan virágom van otthon, az egyetlen, amit nem öltem meg, mint ami ott az ilyen viaszos. Nagyon rossz vagyok sajnos a növényekben. Minden. Olyat, hogy hoztak nekem olyat oda, hogy figyelj, ezt nem lehet megölni, tényleg. Tehát ez lehetetlen. Egy hónap múlva nem élt a virág elszárat. És mondtam, hogy basszus, hát ezt nem tudom. Ha lenne önéletrajzod, rá kéne raknod. Igen, egy óriási növénygyilkoló vagyok. Viszont ez még él, és most már lassan egy éves lesz, úgyhogy... Van még? Utolsó jön. Utolsó? Ó, jaj, ez biztos valami durva lesz. Nem. Azon már túl vagyunk. Jó. Kérdezz tőlem valamit. Mi az első szó, ami eszedbe jut most? Durva, mert azért ezt mondtad, de akkor a második az ablak. De ez tényleg van azt a cíjátsz, hogy ahova néz az ember. Ugye? Igen. Nem jó, hogyha visszanyal a fagyi. Tessék, legalább akkor... kipróbáltam. Igen, nem, akkor nem én rontottam el, hanem ez tényleg olyan, hogy amire iránézel, az jut eszedbe először. Igen, de ezt szerintem hagyjuk a pszichológusra, hogy majd akkor kielemezze, és nagyon szépen köszönöm ezt a kis gyors eszmefuttatást. Én is köszönöm.